Üdvözlet mindenkinek, és salom! Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosnak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. Köszönet, hála és dicsőség Abba huának. Akár van gyereke valakinek, akár nem, azzal szerintem mindenki tisztában van, hogy minden gyermek életében eljön az a kor, amikor azt hiszi, hogy ő már mindent tud, sőt, jobban tudja, mint azok, akik tanult. Ez a korszak 12-13-14 éves kor körül kezdődik, és aztán eltart egészen 18-ig, de van, akinek egész életén át. Jahua igyekszik minket figyelmeztetni arra a különböző csalódások és pofonok által, hogy ez egyáltalán nem így van. Aztán vannak, akik előbb, vannak, akik utóbb megértik ezt, de szerintem a legtöbb ember soha. Jahukanon úgy fogalmazta ezt meg, hogy a test kívánsága, a szemek kívánsága és az életnek a kérkedése a legnagyobb probléma az emberek életében. A büszkeség az, ami nem engedi meg az embernek, hogy elfogadja egy másiknak a véleményét vagy a tanítását. A büszkeség az, ami miatt egy idő után a tanítvány azt gondolja, hogy ő már mindent tud, ő jobban tudja, és ő megy a saját feje után. Ezt aztán meg is magyarázza azzal, hogy őt most már a ruach vezeti. Ami szerintem egy betegség, erről szól ez a videó 2018. november 18-áról. Én javaslom mindenkinek, hogy nézze át ezt még egyszer újra. Talán utána jobban meg fogja érteni, hogy mi is a köze ennek a fej befedéséhez. Ha esetleg nem, akkor remélhetőleg ez a hatodik videó ebben a témában valamilyen szintű felvilágosodást mégiscsak hoz majd. Természetes, hogy mint mindenki szerintem a világon, aki valaha forgatta ezt a könyvet, találkoztam én is ezzel a verssel, hogy minden férfi, aki befedett fővel imádkozik, avagy prófétá megcsúfolja az ő fejét. Ezt nem lehet elkerülni. Saul leveleit mindenki olvasta, még a keresztények is talál. Ismerem ezt a szakaszt, és erről szól a fej befedése első, második, harmadik, negyedik, ötödik rész. Annyit hozzátennék, hogy nincsen még egy olyan vers ezekben a könyvekben, ami arra utal, hogy a fej befedése egy férfinak az probléma. Ez az egyetlen vers, amire támaszkodni lehet, mikor amellett próbálunk érvelni, hogy a férfinak nem kell vagy nem szabad befednie a fejét. Ugyanezek talán elfelejtik azt a szakaszt, amikor 5 Mózes de Barém 17-es fejezetben, a 6-os versben azt olvashatjuk, hogy két tanú vagy három tanú szabára halálal lakoljon a halára való. De egy tanú szabára meg ne hallja. Két fejezettel később a 15-ös versben ezt megismétli, Jahua, ne álljon elő egy tanú senki ellen semmiféle hamisság és semmiféle bűn miatt. Akármilyen bűnben bűnös valaki, két tanúszavára vagy három tanúszavára álljon meg a dolog. Ez volt eddig a második. Azután láthatjuk ugyanezt a brim vagy zsidókhoz, héberekhez 10-es fejezet 28-as versben, aki megveti mosét, tóráját két vagy három tanúbizonságra írgalom nélkül megha. Még maga a ja, is ezt a stratégiát alkalmazza, és adom az én két tanúbizonságomnak, hogy profétáljanak gyászruhákba öltözve. 1260 napig. Akkor tehát hol van a két-három tanúbizonyság ebben az esetben? Ez az egyik kérdés, amit meg kell válaszolni. Egyrészt szerintem tanulságos lenne, ha megnéznénk, hogy mi is az, amit az eredeti mond, amit én itt kijelöltem, ez katá kefálész ekon? "Kefali" ez fej, ez egyszerű szerintem, fő, vagy vezető, de a mi esetünkben ez maga a fej. Egy hó pedig birtokolni valamit, úgy, mint aki beszél angolul, akkor ez a hev, vagy németül a haben. Ha tagadásban szerepel, akkor nincs, vagy nincs neki. Birtokba vesz valamit. Elfoglal, megszerez, vagy valamilyen állapotban van. Tartalmaz magába foglal. Visel, vagy pedig hord. A hatalmában van. Itt láthatjuk, hogy terhes állapotban van. Valamilyen korú, az egész fej, tehát valamilyen állapotban van, ke A katá az egy érdekesebb dolog. Azt megtudhatjuk, hogy ez vagy egy igekötő, vagy kötőszó, le, lefelé, alá, ellen, valamire tekintettel, vagy vonatkozóan, illetően, át, keresztül, valamin végig, mellette, alatta, ért, végett. Összetételben le, szemben, ellen, egészen vagy teljesen, mint az álomban, egyedül, naponta, név szerint. Kat onoma. Anélkül, hogy görög nyelvészek lennénk, azt megállapíthatjuk, hogy amiről beszél itt, az az, hogy egészen vagy teljesen állapotban van ez a fej. Még egy adalék ehhez a kata szóhoz, közvetlenül az eho-n után láthatjuk azt, hogy katai szkünnej ez pedig megszégyenít, szégyenbe hoz, vagy pedig ilyen állapotban van, ami szintén a katá szóval formált összetétel. A szégyen, szégyenít és a kata összerakásából megszégyenül. Tehát valamilyen állapotban van. Amit ki akartam ebből hozni, az az, hogy Saul nem azt mondja, hogy nem lehet a feje tetején valakinek egy sapka. Arról beszél, hogy az egész fej teljesen ebben az állapotban van. Saul erről a jelenségről beszél, amit mára mindenki nagyon is jól ismer. Korábbi részekben megbeszéltük azt, hogy ez az nagyjából, ahogyan a nő imádkozna, vagy prófétána Erről beszél Saul. Az, hogy ma nem így viselkednek, azért ne engem hibáztasson senki, azt mondja akatakalüptosz. Befedetlen vagy be nem takart fővel. Erre vonatkozik a nőkre. Felmerül a kérdés, hogy vajon mi az, ami rávesz egy férfit arra, hogy ő is befedje az egész fejét és úgy imádkozzon. Javaslom mindenkinek, hogy nézz át újra a korábbi részeket, és akkor meg fogja érteni, hogy ez a szégyen, illetve a gyásznak a jele volt. De mielőtt megmutatnám a valódi okát ennek, nézzünk meg néhány verset a fátyollal kapcsolatban. Kefa vagy Péter az első levélben a második fejezet 15. versében így figyelmeztet minket. Mert úgy van Elohim akarata, hogy jó cselekedvén elnémítsátok a balgatag embereknek a tudatlanságát. Attól tartok, hogy ez egy nagyon is időtálló javaslat Ábia Huától. Mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszságnak a palástja, hanem mint Elohimnek a szolgái. Jót kellene cselekednünk, és ezzel elnémíteni az ostoba embereknek a tudatlanságát, úgy, mint akik valóban szabadok és nem úgy, mint a világ a kereszténység vezetésével, akiknél a szabadság, az a gonoszságnak, a törvénytelenségnek ez a palástja, akik nem Elohimnek szolgálj. A palást epikalümma, takaró, terítő, vagy egy lepel, a lepel elfedez, vagy eltakar valamit. Epikalümma, egy összetett szó, epikalypto mint a katakalypto, betakar, elfed valamit az epi kifejezésből, on, en, ön, stb. És a kalüptó befed, betakar, leplez, elrejt vagy eltitkol valamit. Amiről Saul beszél az az, hogy ne titkolja el az ember az egész fejét, ne leplezze le az egész fejét, ne borítsa be az egész fejét. A teljes fejét, ezért mondja az, hogy kata kefálész ekon. Emlékezzünk vissza, hogy a kefálész az fejet jelent, az ehon pedig teljesen vagy egészen. Mert mi vagyunk Jahúsá ha másiák dicsősége, ezért ne fedezze el a férfi a fejét, hanem hagyja, hogy lássa azt mindenki. Nem a fejtetőt ne takarja be, hanem ne takarja le az egész fejét. Ellenben a nő igen, mert ő a férfinak a dicsősége. A fejtető, azt meg fogjuk beszélni később, most arra koncentráljunk, hogy a lepel vagy palást, amiről beszél, hogy az egész fejet betakarni, mit is reprezentálhat. Ez esetben egyértelműen azt, hogy a gonoszok emögé a lepel mögé el tudnak bújni, hogy eltakarja őket. Szabadságot hirdetnek, de közben ostobák, a tudatlanság az, ami tőlük származik. Nézzük, hogy mi az, amit Ezekiel vagy Ezekiel 32-es fejezetben olvashatunk a hármas verstől. Így szól Jahua Elohim, ezért kivetem rád hálómat sok nép serege által, kihúznak téged varsámban. Leterítlek a földre, a mezőség színére vetlek, és rád szállítom az ég minden madarát, s megelégítem belőled az egész föld vadai. S vetem húsodat a hegyekre, és betöltöm a völgyeket rothadásoddal. És megitatom áradásod földjét véredből, mind a hegyekig, s a mélységek megtelnek belőled. És mikor eloltalak, beborítom az eget, hasemáim, s csillagait besötétítem, a napot felhőbe borítom, és a hold nem fényeskedik fényével. Minden világító testet megsötétítek miattad az égen, ha és bocsátok sötétséget a földedre, ha ezt mondja Jahua. Beborítja az egész eget sötétséggel a csillagokat, ezek a csillagok, ez kohabim, vagy kohab, csillag. Besötétítem, a napot felhőbe borítom, a hold nem fényeskedik, és minden világító testet megsötétít. Maor, világító test. Egyezünk meg abban, hogy teljes sötétséget bocsát a földre. Ezért használja azt a szót, hogy kasszá, befed, eltakar. Eltakar vagy elfed, elrejt, elfedez, beburkol, betakar, beborít vagy ellep. Mint ahogy a zsír egy szervet ellep, a betegség a bőrt, a víz az egyiptomiakat, teljesen befedni valamit. Eltakartatik, beborítatik. Ha megnézzük, hogy a görögben hogyan jelenik meg ez a szó, akkor azt fogjuk találni, hogy G2572 Kalypto, illetve Perikalypto, vagy Katakalypto, Epikalypto. Teljesen mindegy, de befed vagy eltakar valamit, teljesen. Ez a lényege ennek. Nem egy részét, a csúcsát, a tetejét, hanem valamit teljesen befedni valamivel. Ez egy szokássá vált náluk, azt mondja, Zikiel 13-as fejezet 18. Így szól Jahua Elohim, jaj azoknak, akik kötéseket varrogatnak minden kész és takarókat készítenek akármilyen termetűek fejére hogy lelkeket vadásszanak, némely lelkeket elvadásztok népemtől, másokat elevenem megtartotok a magatok hasznára. A fej az ros, ami kefálé a görögben, a takaró pedig mis pachá. Hosszú, egész testet eltakaró, fátyol, lepel, vagy pedig ruha. Szó szerint arról beszél, ami le van írva. Bármilyen termetű emberekre készítettek egész testet, fejjel együtt eltakaró fájtlat vagy takarókat, lepleket. Érdekességképp megmutatom az ezt megelőző verset, és te embernek fia fordítsd orcádat néped lányaira, akik önnön -ön szívükből profétálnak és profétálj ellenük. Én nem tartom azt sem kizártnak, hogy a kéz csuklóra vartak kötéseket ezek a nők, vagy takarókat az embereknek a fejére, de mi van akkor, ha ez a szalag vagy csuklódísz egy amulettel, és az egész fejet betakaró lepedő vagy fátyol, azt jelenti, hogy a kezét, a csuklóját, az ember cselekedeteit elferdítik, vagy megkötik, és betakarják a fejét, hogy ne lásson, és ne tudja, hogy mi a helyes út, vagy merre kell járnia. Azt mondja Deberim 6 fejezet 8, és kössed azokat a kezedre jegyül, Ábja Huának a tórája legyen az, az ő parancsolatai, az instrukció, és legyenek homlokkötől a szemeid között. Az ő utasítása, az ő parancsolatai rendelkezései, ezek pedig a csuklóra varogatják ezeket a kötéseket, amik tőlük jönnek. És az emberek fejére ezt a fájtlat, hogy ne látszódjon az a dicsőség, ami abja Huának a szava, ami ott kellene, hogy legyen az embernek a két szeme között, mint egy homlokkötő. Jeremi Jáhu azt írja a Siralmak hármas fejezetében, fizes meg nekik Jahua az ő kezéknek munkája szerint. Adj nekik szívbeli konokságot, átkodó rájuk. A szívbeli konokság, ez léb a szív, vagy lebáb. A konokság pedig érdekes módon meginná, bevonat, burkolat, takarás, vagy pedig egy lepel. Ez egy átok abja huától, mikor az embernek a szíva el van takarva, be van vonva, mintha egy leper a szívén is nem érteni az igazságot. A szív az ember központja, a nefes, lakóhelye, ahol a szavának kellene lennie. Erre egy bevonatot ad a Meg Megkeményíti az ember szívét, mint egy lepellel letakarja, hogy az igazságot ne vegye észre. De az egészet bevonja, vagy betakarja. De térünk vissza egy pillanatra, hogy az ezek után. Ez nem csak szerintem van így, amit mondok, hanem ez az, amiről beszél Abjahua hogy közönségessé tesztek engem népem előtt néhány marok árpáért és falat kenyérért, hogy a nefeseket megöljétek a lelkeket, melyeknek nem kellene meghalniuk, és hogy a lelkeket elevenen megtartsatok, melyeknek nem kellene élniük, hazudozván népemnek, amely hazugságra hallgat. Így szól Jahua Elohim, ímeink kötéseitek ellen leszek, melyekkel ti a lelkeket vadásszátok, mint a madarakat, és leszaggatom azokat karjaitokról, és a lelkeket, melyeket ti vadásztok, szabadon bocsátom, mint a madarakat. Elszaggatom takaróitokat, ez a hosszú, egész testet eltakaró fátyol, lepel, vagy pedig ruha, misz, pachá. És megszabadítom népemet kezetekből, és nem lesznek többé zsákmánya ti kezetekben, s megtudjátok, hogy én vagyok, Jahua. De hogy hogyan csinálják ezt? Megszomorítjátok az igaznak a szívét, hazugsággal ott én őt bántani nem akartam, s megerősítitek a hitetlennek a kezeit, hogy meg ne térjen a gonosz útjáról, hogy őt életben tartsa. Ezen írásokról elterjedt hazugság, ez a megtévesztés, a félreértelmezés, a hamis tanítók, akik ezt terjesztik, erről a fátyorról beszél, erről a karkötőről beszél ami megakadályozza az igazt abban, hogy haladjon, és megerősíti a gonoszt abban, amit csinál. Saul erre a hagyományra utal, hogy a férfi befette az egész fejét ezzel a takaróval vagy fátyollal. Ez ma is létezik ez a hagyomány a világban, de többnyire ezt nyilván a nőkön látjuk. Hogy mutassa meg, hogy honnan ered ez a tradíció, illetve ez a hagyomány, és mi is az, ami történt akkoriban. Azt tudjuk nagyon jól, hogy ezeknek a szektáknak, mint a farizeusoknak, a szaduceusoknak, az írástudóknak mósé volt és a Tora a mindenük, legalábbis ők úgy érezték, elfeledkezvén arról, hogy ők már réges-régen hozzáadták mindazokat a hagyományokat, melyeket az évszázados számüzetések alatt összegyűjtöttek. Ez a babiloniai talmúd, amire a mai judaizmus épül. Ők úgy gondolták, hogy a legmagasabb helyen számukra Mózes és a Tóra helyezkedik el, de a valóságban már régen eltértek ettől. Kialakult ez a tradíció feltételezem, ami második Mózes 34-es fejezetre épül. 27-es versben is mondja a Mosénak, írd fel ezeket a szavakat, mert ezeknek a szavaknak értelme szerint kötöttem szövetséget veled és észre ellen. És ott volt Jahuával 40 nap 40 éjjel, kenyeret nem evett, vizet nem ivott. Ez mellesleg a szó, Húsáha ha ő az élet kenyere, és ő az élet vize, nem az atya. Az ő szava az. És felírá a táblákra a szövetségnek a szavait a tíz parancsolatot. Eszeret hadabarim. És ezek után úgy történt, mikor Mósé a hegyről, a sínai hegyről leszálla, a bizonyság két táblája a kezében, Mósé nem tudta, hogy az ő arcának a bőre sugárzik, mivel hogy ő vele szólott. Ez az ővel ez visszautal Malachi Huára, a szavára. Karán fénylik, sugárzik, fénysugarat bocsát ki magából. És amint Aharon és Izrael minden fiai meglátták Mósét, hogy az ő arcának a bőre sugárzik, fénylik, fénysugarat bocsát ki magából, féltek közelíteni hozzá. Mósé pedig megszólította őket, és Aharon és a gyülekezetnek, vagy a Kahalnak a fejei mind hozzámentek, és szólt velük Mose. Azután Izrael fiai is mind hozzájárultak, és megparancsolta nekik mindazt, amit Jahua mondott neki a sínai hegyen. Mikor pedig elvégezte Mósé velük a beszédet, egy leplet az ő arcára. Az emberek nem tudták elviselni az igazságot, a szót, ezt a világosságot, ami árat Móséból azért, mert Jahuával töltött negyven napot és negyven éjjelt. Ez volt a probléma az emberekkel, ez az, amire utal Saul, mikor arról beszél, hogy az egész fejet ne akarja el a férf. Itt akarta mósé az egész fejét, mert az emberek nem tudták elviselni az igazságot, ahogy ma sem tudják elviselni. Nem arról beszélt, hogy a fejtetőn ne legyen sapka arról beszél, hogy az egész fejet az arcával együtt ne borítsa be, mert akkor a dicsőségét eltakarja, hogy itt eltakartatták Moséval, jahu a dicsőségét, mert nem tudták elviselni. A kifejezés lepel, ez esetben H4533. veh, fátyol, vagy pedig egy lepel. Ha megnézzük a görögben a kifejezést, akkor láthatjuk, hogy G2571 kalumma, amely G2572-ből ered, Kalypto. Befed, betakar, leplez, elrejt eltitkó, beborít, Valami teljesen bevon valamilyen anyaggal. Ez az, amire gondol Saul, mikor azt mondja, hogy Kata, kefálész, ekon. A következő versben használja azt, hogy Kata Kalypto. Teljesen befedni a nőnek a fejét. Ennek az ellentéte vonatkozik a férfira, hogy ne fedje be teljesen a fejét. Mikor azt mondom, hogy befedi a fejét, akkor a szó szerint arról beszél, hogy eltakarja az egész fejét. Nem befedi a fejtetőt, azt fejtetőnek hívják. Ha valaki beírja a Google-ba azt, hogy kefálész vagy fej, akkor az egész fejet ki fogja adni úgy, mint hogy képek. Nem csak a fejtetőt, az fejtetőnek hívják. A fej az egész fejet jelenti. Ide utal vissza. Ez volt a szokásuk. Azt mondja, hogy minden férfi, aki befedett fővel imádkozik, vagy profétál megcsúfolja az ő fejét, mert Jahuával kommunikál, vagy róla beszél, és az egész fejét letakarja. Pontosan ez történt itt, mikor Mósé Jahuá elé ment, hogy vele szóljon, akkor levette ezt a leplet, ami ki nem jött. Mikor az ember Jahuával kommunikál, akkor nem fedezi el az egész arcát és az egész fejét, amíg kijön. Kijövén pedig elmondá Izrael fiainak, ami parancsot kapott, és észre elfiai látták Mósé arcát, hogy sugárzik a Mósé arcának a bőre, és Mósé a leplet ismét rátette az arcára, míg nem bement, hogy ő vele szóljon. Mindaddig, amíg kint járt köztük, el volt takarva az egész arca, és amikor bement Jahu elé, akkor levette ezt. Kétség nélkül ez az, amiről beszéli Csau. Amennyiben valaki egy egész teológiát rá akar építeni erre az egy versenyt, nekem nincsen semmiféle problémám azzal de ne jöjjön hozzám senki erre hivatkozva, amikor számtalan más vers és szakasz bizonyítja azt, hogy mindig befették a fejüket, mikor Jahua elé járultak. Ez itt sem ott, második Mózes 28, 4 vers. Ezek pedig a ruhák, melyeket készítsenek. Ez a papság. Hósen, efod, palást, kockás, köntös, süveg és öv. És csináljanak kodes, vagy különválasztott ruhákat Aharonnak, a te atyád fiának és az ő fiainak, hogy papjaim legyenek. A papnak tehát különválasztott süvege volt, ez egy micne fett, turbán, ami a fején kellett, hogy legyen. Akkor hogy mehetett mosé, jahua elé, úgy, hogy az ő feje nem volt befedve? Mikor jahua ugyanaz a jahua, a hamásiák volt, csak a malach Jahua formában, amit mi ismerünk a berírhadosából. Nem változott meg semmi. Az áldozati rendszer az, aminek vége Jahusa egy áldozatával. Azon kívül a Tóra megmaradt, a rendtartás megmaradt számunkra, azért mert ez az ő szava mindörökké az ő fiainak. Ugyan itt a 36-os versben azt mondja Jahua, hogy csinálj egy tiszta, aranyból készült lapocskát, és vésd arra, mint egy pecsétet, hogy külön választottság Jahuának. Aztán ez közd egy kék zsinorra, és legyen a turbánon, Metsznefet a turbánnak az elülső részén legyen az. Legyen az Áronnak a homlokán, hogy Áron viselje különválasztott áldozatok körül elkövetett védket, amelyet a Yisrael fiai mindenféle különválasztott adományaikban Jahuának áldoznak. Legyen azért szüntelen a homlokán, miért? Hogy kedvesekké tegye őket Jahua előtt ez a fejfedő és rajta ez a kis lap tehát kedvessé teszi őt Jahua előtt. Nem, hogy ez egy probléma lenne, hanem ez a jó akaratát, a jó indulatát, kedvezés, kegy, kivételezés, szívesség, elfogadását, tetszését fogja kiváltani. Árom is csinálj köntösöket, és csinálj neki köveket, meg süvegeket, vagy turbánt. Ez még ott. Turbán, vagy fejfedő, egy fejdísz, amelyet a papok viseltek. 43-as vers, is legyenek azok Áronon és az ő fiain, amikor bemennek a gyülekezet sátorába, Moed, kijelölt időpont sátorába, vagy amikor az oltárhoz járulnak a különválasztott helyen szolgálat téter, hogy bűnt ne vigyenek oda, és meg ne halljanak. Örökké való rendtartás ez Áronnak és az ő magvának utána. Nem hogy egy probléma, hogy az ember befedi a fejét, hanem csak úgy mehetett be, hogy bűnt ne vigyen oda, hogy ne halljon meg. Következő fejezet a 29-es semót, Áron pedig és az ő fiait a gyülekezet sátorának elé, és most meg őket vízzel, hatos, tedd a süveget is fejére, süveg, mitznefet, és a külön választott vagy kódás koronát, nizer, tedd a süvegre. 39-es fejezetben elkészültek a ruhák, megcsinálák a len köntösöket takács munkával Áronnak és az ő fiainak. Egy len süveget is készítettek, ez egy turbán, illetve a süveg ékességeit is lemből, és a gyolcs lábravalókat sodrott lemből. Ez a süveg vagy ékesség ez paer, fejdísz vagy turbán. Volt egy fejfedő, ami elfedte a fej tetejét, és erre rákötöttek egy turbánt körbe. Vaikra 3. mózes 8-as fejezet 9-es versben ezt aztán fel is veszi Áron, a fejére ezt a süveget, vagy ezt a turbánt, és előre oda tette az arany lapocskát. Rátette a fejére a fejfedőt, amit ugye itt koronának hív, fejdísznek, amint azt megparancsolta a Jahua Mósénak. Hasonlóképpen Árom és az ő fiai. Azt mondja Jobb, mikor a beszédét folytatta a 29-es fejezetben, óvaj, ha olyan volnék, mint a hajdani hónapokban, mikor Elohim őrzött engem. Néhány verset megmutatok, fejedelmek abba hagyták a beszédet és tenyerüket szájukra tették. A főemberek szava elnémult, és nyelvük az ínyükhöz ragadt. Az igazságot magamra öltém, és az is magára ölte engem. Palást és süveggyanánt volt az én ítéletem. Czanif, egy turbán, egy fejfedő, ezt reprezentálja a fejdísz vagy a fej befedése. Ezt magára ölti az ember, mint Jahua igazságát. 61-es fejezeti esi Jahu, Jahua Elohim ruachja van én rajtam azért, mert fölkent engem Jahua, hogy a szegényeknek örömöt mondja. Ezt ismeri mindenki, a hármas versben azt olvashatjuk, hogy tegyek Cion gyászolóira, és adjak nekik ékességet hamu helyett, pa er, turbán vagy fejdísz, hamu helyett, örömnek kenetét gyász helyett, dicsőségnek palástját, csügget ruach helyett hogy igazság fáinak neveztessenek Jahuá plántáinak az ő dicsőségére. Emlékszik és érti most már mindenki az, hogy mikor hamut szórnak a fejükre, akkor az a gyász, meg a szégyennek a jele, az ékesség pedig a fejdísz, ennek az ellenkezője. Tízes versben folytatja örvendezvén, örvendezek Jahuában, örüljön lelkem az én Elohimemben mert üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, igazság palástjával vett engem körül, mint vőlegé, aki pap módon ékíti fel magát, pa ér, fejdísz, vagy pedig turbán is, mint menyasszony, aki felrakja ékességeit, azért, mert ez a ruházatnak a része. És meglátják a népek igazságodat, és minden királyok dicsőségedet, és új nevet adnak neked, melyet Jahu a szája határoz meg. És leszel dicsőségnek a koronája, rá Jahúa kezében, és királyi fejdísz Elohimed kezében. CánIf, Turbán, amiről beszélt Ájób. ez egy dísz az ember fején, hogy befedi alázattal abjahua előtt, mikor elé járul. A világ az, akiben nincs alázat és engedelmesség, és aki fedetlen fővel rohangál, és azt hiszi, hogy majd neki mindent lehet, és a Teremtő el fogja fogadni. A világ az, ahol minden második garázs fodrászat. A világ az, ahol már a férfi és a nő is egymással versenyez, hogy kinek van a haja jobban megcsinálva. Ez egy egész másfajta életfelfogás, mint amiről a legtöbb ember gondolkozik. Vajikre 21-es fejezetben azt mondja, aki pedig főpap az ő atyaféjai között, akinek fejére töltötték a kenet olaját, és akit felavadtak az ő szolgálatára, hogy kodes ruhákba felöltözzék, Fejét meg ne mesztelenítse, se ruháit meg ne szaggassa és semmiféle holtesthez be ne menjen, atyával és anyjával se fertőztesse meg magát. Nem lehetett a fejét le azaz nem lehetett kifedni a fejét. Annak, aki állandóan jahú előtt volt, aki áldozott, aki ott szolgálatot teljesített. A fejnek a kifedése az a gyász és a szégyennek a jele. Három Mózes tíz első vers Nádáb és Abihu Áronnak fiai vevék egyen-egyen az ő töménezőjüket, és tesznek azokba szenet, és rakának arra füstölőszert, és vittek Jahua elé idegen tüzet, melyet nem parancsolt nekik. Nyilván ismeri mindenki a történetet. Aztán azt mondja Mósé Áronnak, és az ő fiainak, Elé Azárnak és Ithamárnak, fejeteket meg ne mesztelenítsétek, ruháitokat meg ne szaggassátok hogy meg ne halljatok és haragra ne gerjedjen Jahua az egész gyülekezet ellen, azért mert a gyász és a szégyen jele, amikor az ember a fejét teljesen kifedi, vagy teljesen betakarja. Daniel 3-as fejezetben egy nagyszerű történetet olvashatunk Sadrák, Mishach és Abednego-ról, akik ugye Hananya, Mishael és Azaria. Nabukodonozor elkészíti ezt az aranyszobrot, és amint felszólal a zene, mindenkinek le kell borulnia és meghajolni ezelőtt. A három fiú azonban visszautasítja ezt. Ezek az emberek Babilonban vannak fogságban. Arra vonatkozóan semmilyen információ nincs, hogy ők Áronnak a nemzetségéből származnak, papok vagy sem. Azt mondja Nabukodonozor, hogy ha nem imádjátok tüstént, bevettetek az égő tüzes kemencébe, és kicsoda az az Elohim, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből. Így felel Hananya, Misael és Azaria. Ó, Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk neked. Íma a mi Elohimünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. De ha nem, legyen tudtod, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany képet, melyet felállítottál, nem, imádjuk. Olvashatjuk ezek után a ruházatukat, erre ezek a férfiak alsó ruhástól, köntösöstől, palásrostól, öltönyöstől megkötöztettek, és az égő tüzes kemencébe vettettek. Mint oly sokszor a Károli itt is rosszul fordítja ezt a kifejezést, karabala, fejfedő, kalap, vagy pedig süveg amit itt azt mondja, ugye, hogy palástostól, a káldi az helyesen mondja süvegben, Szent István verzió szintén süveges tőlt mond, és az arany patyolatjokban, nem tudom, hogy ez mit jelentett akkor, de a lényeg az, hogy ez süveg, vagy pedig fejfedő. Jehezi Káll 21-es fejezetben, 24-es versben azt mondja Jahua, mivel, hogy emlékezetbe hozzátok védketeket, midőn nyilvánvalókká lesznek gonosságaitok, hogy megláttassanak bűneitek minden cselekedeteitekben, mivel, hogy eszembe juttok, kézzel megfogadtok. Ez a bűnnek a következménye a Tóra megszegésének. És te elvetemedette, gonosztevő gonosztevő, észre elfejedelme, akinek napja eljött az utolsó vétek idején. Így szól Jahúa Elohim. Ez izrael fejedelme, az uralkodó. Na si, ez nem egy pap. El a süveggel, mit ne fe, fejfedő. Le a koronával, átará korona, koszorú, füzér. Ez nem lesz így, az alacsony legyen magas, és a magas alacsony. Azért, mert a süveg a fejfedő, és annak a levétele az a szégyennel, a bűnnel, a gyászzal egyenértékű. Rommá, rommá, rommá teszem azt, ez sem lesz állandó, még el nem jö az, aki az uralkodás, és nekiadom azt. Ez teljesen egyértelmű lesz a 24-es fejezetből, 16-os verstől. Ez Jahua, Jehizikéjahez. Embernek fia, íme én elveszem tőled szemeidnek gyönyörűségét hirtelen halállal, és ne sírj, és ne jajgass, se könnyed, ne húja. Ne gyászolj magyarul. Ne szomorkodj, ahogyan azt mondta Áronnak Mósé, mikor a fiai meghaltak. Fohászkodj csendesen, azaz továbbra is imádkozzál. Ez a nak, halottakért való sírást ne tégy, de ne sírj vagy búsulj, a fej ékességedet közd fel. Fejdísz, turbán, saruidat vedd lábaidra, és ne fedezd be bajuszodat, és az emberek kenyerét ne egyet. Ezek itt mind a gyásznak a jelei. Azt mondja, hogy ne csináld ezt, imádkozz, és közd be a fejed. Továbbá azt mondja, hogy mondd meg Izrael házának, ezt mondja Jahua Elohim, íme én megfertőztetem a kodás helyemet, a ti erősségeteknek büszkeségét vagy kevéségét, szemeiteknek a gyönyörűségét, ne fesetek kívánságát és fiaitok és lányaitokat, kiket hátrahagytatok fegyver miatt hullanak el, azaz minden el fog pusztulni. És úgy cselekeztek, amint én cselekedtem. Majd azt fogjátok tenni, amit én tettem, mondja Jahua, mikor ti ezt csináltátok, amiért ez a bünteté bajuszotokat be nem fedezitek, mert ez a gyász se emberek kenyerét nem eszitek, ami szintén az, fejékességetek fejeteken, mivel gyászkor leveszik, de most ezúttal fent hagyod a fejeden a fejdíszedet, a sarut a lábadon hagyod. Ez is a szégyen jele, ha valakinek leveszik a saruját a lábáról. Mikor meghal a fiú testvér, és nincs gyermeke, akkor annak a testvére köteles a feleséggel magot támasztani annak. Ha nem hajlandó erre, akkor a vének előtt a feleség leveszi a sarut a lábáról, az arcára köp, és onnantól őt úgy hívják, hogy akinek a saruját levették a lábáról. Ez itt mind, tehát a szégyen és a gyász jele. A fejékességnek a levétele az a gyász és a szégyennek a jele. Ezért mondja az, hogy mindent elpusztítok, a gyerekedet, a templomot, a miktást, mindent és mindenkit, de te nem fogod levenni a fejdíszedet és nem sírsz, és nem jajgatsz, hanem megrothattok védkeitekben, és nyögve fohászkodtok egymáshoz. Ez ilyen 40-től 44-ig leírja a királyságban az építkezéseket, illetve az áldozatoknak a menetét, és mindent, ahogyan az élet ott szervezve van. Az ezer éves királyságban úgy értem. A 44-es fejezetben azt mondja, len, süveg, legyen fejükön, len, alsónadrág, derekukon, ne övezkedjenek izzadásig még mindig be lesz fedve a papságnak a feje, mikor Jahua elé járul, akkor hogy lehetne az, hogy a pór nép, aki bemegy oda, az csak fedetlen fővel ott fog rohangálni majd? Most már érthető, hogy mi az, amiről Saul beszél? El is magyarázza ezt a korintusiakhoz írt második levélben a hármas fejezetben. Jahusa Hamásiák, aki alkalmassá tett minket arra, hogy új vagy megújult szövetség szolgái legyünk, nem betűi, hanem a Ruachi, mert a betű megöl, a ruach pedig megeleveni. Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges volt, tehát az is dicsőséges volt, aki szolgálta. Úgy olyannyira dicsőséges volt, hogy el fiai nem is tudtak Mósé arcára nézni, az arcának elmúló dicsősége miatt, ami ugye elmúlt egy idő után, hogy ne lett volna inkább még dicsőséges a ruachnak a szolgálata. Mi állandóan így járhatunk, mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazságnak a szolgálata. Sőt, a dicsőített nem is dicsőséges ebben a részben az őt meghaladó dicsőség miatt. Mert ha dicsőséges az elmulandó, sokkal inkább dicsőséges, ami megmarad. Mennyivel inkább mi a ruach vezetésével, jahúsa hamásiákkal a szívünkben tudjuk mi reprezentálni a habjahuát. Azért ilyen reménységben nagy nyíltsággal szólunk és nem úgy, amint Mósé leplet borított az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai elmulandónak végét, nem úgy, mint akkor, hogy ő letakarta az arcát, mert azok nem tudták elviselni, de megtompultak az ő elméik, mert ugyanaz a lepel minden mai napig ott van, az Ószövetség olvasásánál felfedetlenül, mivel hogy másiákban tűnik el. Anakalypto felfed, vagy kitakar valamit, vagy leveszi a leplet. Ne legyél olyan, aki letakarja az egész fejedet az arcoddal együtt. Ne legyél olyan, mint azok az emberek, akik olvassák ott az úgynevezett tószövetséget, a farizeusok, az írástudók, a szaduceusok, és emiatt a lepel miatt nem látják, hogy is nem értik, hogy mi az, ami le van írva. Ha másiákban megértették volna, hogyha bennük élt volna az ő szívükben, de nem így volt, hanem a lepel rajta volt a szívükön is. Sőt, mindmáig, amikor csak olvassák Mósét, lepel borul az ő szívükre. Ugyanúgy, ahogy Jeremi írta a siralmakban, hogy boríts egy leplet a szívükre, takard le a szívüket, hogy ne értsék ez egy átok Jahuától. Mikor pedig valaki megtér Jahuához, odafordul, epistrefó, megtér, visszatér hozzá, vagy odafordul, sub, elfordul a régi életétől, akkor ez a lepel lehull. Jahua pedig ruach, és ahol Jahuának ruachja, ott a szabadság van. Mi pedig Jahuának dicsőségét minnyáján fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre úgy, mint Jahuának ruachjától. Ennél szebben nem is lehetne összefoglalni, hogy mi is az, amiről ő beszél. A megtért ember szívéről és arcáról lehull ez a lepel, és hirdetni fogja majd Abjahu a dicsőségét azzal a szabadsággal, amit kap tőle. Emlékszik még mindenki az első verse, mert úgy van Elohim akarata, hogy jó cselekedvén elnémítsátok az ostoba embereknek a tudatlanságát. Ezt teszi az, aki megtér. A jó cselekedeteivel befogja az ostobák száját. Mint szabadok, és nem úgy, mint akiknél a szabadság az a gonoszságnak a palástja, hanem mint Elohimnek a szolgái. Mikor pedig megtér Jahuához, lehull a lepel, Jahua pedig a ruach, és ahol a ruach van, ott van a szabadság mi pedig Jahuának dicsőségét minnyáján fedetlen arca a szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre úgy, mint Jahuának ruhájától, mint az ő szolgái. Most, ha visszaemlékszünk a papi ruházatra, koncentráljon mindenki még egy percig, ez Kefa első levél második fejezet, amit most felolvastam. Mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Elohimnek a szolgái. Haladjunk ugyan itt fölfelé, figyeljen mindenki, mi az, amit mond, itt, ez elején ennek a fejezetnek. Ti magatok is, mint élőkövek épüljetek fel lelkiházzá, kodes papsággá, hogy ruachbeli áldozatokkal áldozzatok, melyek kedvesek Elohimnek, Jahúsa, Hamashiach által. 9 vers, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, kodes nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Királyi papság, külön választott nemzet, akik hajda nem nép voltatok, most pedig Elohim népe vagytok, akik nem kegyelmezettek, most pedig kegyelmezettek vagytok magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket a jó cselekedetekből, ha látják, dicsőítsék Elohimet a meglátogatásnak a napján. Mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság, a gonosságnak a palástja, hanem mint Elohimnek a szolgály. Ezért kell befedni az embernek a fejét, amikor Abjahua elé járul. Természetes az, hogy Izraelről beszél itt, ebben a fejezetben a szétszórt Izraelről, a diaszpórában élőkről. De miért vonatkozna más törvény, mikor megmondta, hogy egy az, aki üdvözít Jahusa Hamásiak, egy ruach, egy bemerítés, egy elohim, egy szövetség. Mindenkire ugyanaz vonatkozik. A mi feladatunk itt az, hogy Abjahu a dicsőségét hirdessük az emberek között, hogy lássák, hogy ragyog az ő dicsősége. Ezért nem fedheti be az ember a férfi az arcát, de a fejét be kell, hogy fedje. Minden alkalommal, amikor Abjahua elé járul, ahogyan itt azt láthattuk. Mindenki, aki a királyi nemzetség vagy a papság része szeretne lenni, a különválasztott néphez tartozni, arra vonatkoznak Abjahua előírásai. De a legnagyobb tanulság az kell, hogy legyen mindenki számára, hogy egy versre, nem lehet építeni egy egész teológiát. Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosnak találja a munkánkat hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. Köszönet, hála és dicsőség a Báyahuának, halleluja és salom!